anyám, Istenére esküszünk, hogy rabok tovább. A település polgármestere Filóné Ferenc Ibolya köszöntőjében elmondta, március 15-ének szellemisége, ereje és a pesti ifjak szabadságba vetett hite erőt és bátorítást ad valamennyiünk számára. A mai nap több szempontból is jeles ünnep számunkra. Nem csak azért, mert 1848. március 15-én az európai forradalmi hullám részeként Pest-Budán is kitört és vér nélkül győzött a forradalom, hanem azért is, mert éppen 10 évvel ezelőtt fűztük szorosabbra kapcsolatunkat Borszékkal, testvértelepülési szerződés aláírásával. A dokumentum csupán egy jelkép, egy eszköz, amely azt hivatott kifejezni, amit a lelkünk mélyen, szívünkből érzünk. A két település együttműködése 10 éves múltra tekint vissza. Az eseményen a szoros kötelék szimbólumaként erősítették meg a szerződést. Örülök, hogy a hivatalos programok mellett mindig tudunk kötetlenül, jó hangulatban szót váltani egymással, hogy ott tudjuk folytatni a beszélgetést, ahol abba hagytuk. Hiszem, hogy ettől és egymás kölcsönös tiszteletétől, megbecsülésétől lesz élő és jól működő egy testvérvárosi kapcsolat. Mik József felhívta a figyelmet az egység, valamint az összetartozás fontosságára. Büszkén említem meg Bonyhád és Borszék testvérvárosi kapcsolatát, amely, mint tudjuk, hogy az idén ünnepli 10. évfordulóját. Potápi Árpád János polgármesteri mandátuma alatt életre kelt, majd Filóné Ferenc Ibolya polgármester asszony által folytatott kapcsolat példa arra, hogy nemzetek, városok és emberek közötti szoros kapcsolatok segíthetik az egység és a szolidaritás erősítését. Az ilyen barátságok a múlt tapasztalatairól meríthetnek erőt, és lehetőséget teremtenek arra, hogy együttműködve építsünk egy jobb jövőt. A hagyományoknak megfelelően Tóth Márien, Tartóskert polgármestere megtartotta ünnepi beszédét. A központi mondat mellett minden évben visszatekintünk az események sorára. A nyomda elfoglalására, a 12 pont mondatainak fontosságára, a nemzeti dal összetartó erejére, Táncsics kiszabadítására, a Bánk-Bán díszelőadására, a Bakák hősi tetteire, Perszel Mór hadi tevékenységére. Nem volt televízió, rádió, mobiltelefon és Facebook sem, ahol élőben közvetítették volna az eseményeket. Mégis 24 óra alatt futótűzként terjedt a forradalom híre. Kihangsúlyozta, a nemzet összetartozásának tudata 1848 óta a legnagyobb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. A nemzeti ünnep alkalmával adták át a Perczel díjat a több évtizedes munkája elismeréseként a belgyógyász és főorvosnak, dr. Bősze Tibornak. Nagyon nagy megtiszteltetés ez számomra, hogy idén nekem ítélték a Perczel díjat. Bonyhád a percelek városa. Ezért valódi bonyhádiként, tőzsgyökeres bonyhádiként ez a díj nagyon sokat jelent nekem. Amikor polgármesterasszony felhívott, tényleg nehezen jutottam szóhoz, de utána megnéztem a város honlapját, és megnéztem, hogy kik részesültek már ebben a díjban, és akkor még büszkébb lettem, és még jobban örültem, jó ebbe a csapatba tartozni. Az ünnepi műsor végeztével a megjelentek a Rádi József Huszár Bandérium, valamint az 52. Sorgyalogezred Hagyományőrző Egyesület tagjainak kíséretével vonultak a Kálvária-dombhoz, ahol elhelyezték koszorúikat Perczel Mór honvédtábornok sírjánál.